A mai alkalommal tehát lehet-e ma gyermeket nevelni, ezzel a címmel fogunk beszélgetni, vagy inkább megosztom azt, amit gondolok. Már többször voltam itt önökkel, ez talán a harmadik vagy negyedik alkalom. Beszéltünk arról, hogy kora gyermekkorban hogyan lehet jól indítani a nevelést. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet az akaratos gyermeket kezelni, hogyan lehet korlátokat szabni. Illetve egy előadással korábban, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor pedig részben a párválasztásról, részben pedig a házastársi családi konfliktusokról volt szó, férfeleség. A mai alkalom egy kicsit általánosabb kérdés van, hogy egyáltalán, ha az ember jó akaratú és szeretne boldog, a saját életében hasznos, boldogságra képes, meg a környezetét boldoggá tevő embert nevelni, akkor van-e esélye? Így lehet ezt mondjuk kihegyezni. Van esélye ma egy szülőnek az internet, a televízióból omlő erőszak, a kortársak, a más családokból jövő gyermekek hatásai, ha szabad így fogalmazom, a kevésbé nevelt pedagógusok, vagy a túl sok gyermeket kell, hogy nevelő pedagógusok között, van esélye az embernek arra, hogy egészséges, boldog gyermeket neveljen? Ez szerintem központi kérdés. És nyilván nem csak mi kérdezzük ezt magunktól, hanem ezt megkérdezték tudósok is, megkérdezték a Kalifornia Egyetemen is, főleg asszonyok, a nőszövetség, hogy van-e egyáltalán esély arra, hogy egészséges gyermekeket, pszichés értelemben egészséges gyermekeket neveljünk. Van-e remény arra, hiszen minden ötödik, hatodik házasság válással végződik. A házasságok többsége, ahol nincsen válás, ott is mondhatni pokol az élet. Ezt most nagyon sarkítva mondom, de talán mégsem annyira sarkos, mert ahogy belegondolunk saját családunkban, vagy ismerőseink családjaiban, gyakran az a család a boldogtalanságnak a fészke. Az ember nem úgy megy haza, hogy megnyugszik, hanem úgy érzi, hogy tele van ideggel, ha szabad így fogalmazni. Rosszul érzi magát, és hát nyilván a statisztika is azt mutatja, ma már talán három házasságból kettő végződik válással. Illetve a másik fele a történetnek, hogy egyre kevésbé akarnak a fiatalok házasodni. Egyre későbbi időpontba tolódik ki, hogy valaki családot alapítson, házasságra adja a fejét. Szóval ilyen körülmények között lehet-e lelkileg egészséges gyermekeket nevelni? Hogyha a család maga sérült, hogyha csonka családok vannak, hogyha nem is csonkák a családok, de ott a pszichológiai egyensúly, az bizony nagyon nagy kérdője. Lehet-e egészséges gyereket nevelni pszichés értelemben lelkileg? Vagy pedig sem. És hát a nagyon pozitív híre az UCLA, az UCLA, a Kalifornia Egyetem kutatásának az volt, hogy, és ez egybeesik a Biblia tanításával is, az volt, hogy mindig lehet újra kezdeni. Hogyha valaki elrontotta a gyermek első néhány életévében, akkor holnap elkezdheti és javíthat rajta. Hogyha valaki elrontotta az első 10 évben, akkor elkezdheti ma és javíthat rajta. Ez egy nagyon felemelő dolog. Nagyon pozitív dolog, hogy nem kell egyetértenünk azokkal a pszichológiai irányzatokkal, amelyek azt mondják, hogy ha az első 3-4-5 évben elrontottunk valamit, akkor vége, akkor nincs esélye. Nagyon igaz az, hogy az első néhány életév nagyon-nagyon fontos. De azt nem úgy fogalmazom, hogy vagy elrontom, és akkor utána reménytelen, hanem úgy fogalmazom, hogy az első életév nagyon-nagyon fontos, mert itt a családnak, a szülőknek óriási lehetőségük van arra, hogy az első 3-4 évben lefektessék a gyermek nevelésben azokat az alapköveket, amire aztán építve könnyebben lehet a további években építkezni. Ha viszont ezt elszalasztják, ez a pozitív hír, akkor sincsen probléma, mert lehet 6 évesen, lehet 10 évesen, lehet 15 évesen, lehet 20 évesen jellemet formálni. De az biztos, hogy minél később, annál nehezebb. Tehát amit az első korai gyermekévekben meg tudunk tenni, könnyedebben, bár ugye éppen aki a dackorszakban lévő gyereket neveli, az azt mondja, hogy Józsi, ez nem könnyedebb. Hát éppen nagyon nehéz, levágja magát a földre, mit csinálják vele, ez a könnyedebb? Igen, ez a könnyedebb. Amikor itt elrontottam, és már 10 évesen dacos, vagy 14 évesen van olyan akarata, hogy állandóan összetűzünk, az nagyon-nagyon nehéz. Sokkal több türelmet igényel, hogy rendbe tegyük. De azzal akarom kezdeni, ezzel akarok mindenkit bátorítani, hogy nem szabad soha feladni. A pszichológia,
a Bibliával párhuzamosan azt mondja, mindig van lehetőség, mindig van remény arra, hogy a pozitív irányba mozduljunk el, és csodákat lehet művelni. De most akkor nézzük általánosságban, hogy ha azt mondjuk a kérdésre, a címmel feltett kérdésre, lehet-e gyereket nevelni, egészséges gyereket nevelni a mai korszakban, azt mondjuk, hogy igen, lehet, akkor nézzük meg, hogy mit tud a pszichológia mondani arról, hogy melyek, így fogalmazom, a sikeres család jellemzői. És ezt persze magában mindenki összevetheti majd, hogy az én családom, meg az a pszichológiai értelemben vett egészséges család sajátságai vajon harmonizálnak egymással, nálunk is megvannak ezek a családban, vagy ez olyan, amit még ki kell alakítanunk, jobban oda kell rá figyelnem. Ha valami olyasmit fognak hallani, ami nem jellemző a családjukra, akkor azt mondani, hogy így jártunk, hanem akkor arra kell fektetni nagyobb energiát, mert mindig lehet változtatni. Na nézzük, fontossági sorrendben fogom mondani, hogy a kutatások alapján mi a legjobb előrejelzője annak, hogy a gyermek egészséges lesz ebben a családban. Hát az első és a legfontosabb, amit pár terápiákból is nagyon jól tudunk, hogy a szülőknek, furcsa lesz ez a szó, legyen egy elhivatottság érzése. Commitment, így mondhatnám idegen szóval. Oda szánják magukat. Azt mondják, hogy a család az egy nagyon fontos dolog az életünkben. Lehet, szerintem nem lehet, hanem biztos, hogy a legfontosabb dolog az életünkben. Biztosan láttak már olyan nagy befőttes üveget, amiben vannak nagyobb édességek, meg vannak kisebbek. Most könnyen meg lehessen ragadni, mit gondolnak, hogy ezt a befőttes üveget hogy töltik föl? Először a francia rozsét töltik be, és utána a fánkokat? Nem. Ugye nem, nyilván, akkor az lehetetlen lenne. Nem lehet a francia rozsé közé begyömöszölni a fánkokat, lehetetlen. Először a nagy fánkokat beteszik, vagy a nagyobb édességdarabokat, és utána kitöltik francia rozséval. De miért mondom ezt? Ez a kép mindig legyen előttünk. Az életünk, mint egy befőttes üveg, a sikeressége azon múlik, hogy a nagy dolgokat teszem be először. Annak van-e prioritás idegen szóval? Vagy pedig a kis dolgoknak? Valaki azt mondja, beszélgetnem kellett a barátnőmmel, mosogatnom kellett, telefonálnom kellett, ezt kellett, azt kellett, nem volt időm a gyerekemre. Nem tudtam vele beszélgetni. Hajtanom kellett látástól Mikulásig, mondja a férfi, nem tudtam, meg kellett keresnem a pénzt, és már hirtelen 15 éves lett a gyerek. És még nem beszélgettünk. Vagy csak nagyon ritkán. Hogyha a francia drazsékkal foglalkozom, kicsit a képnél maradva, azzal, hogy SMS kell írnom, telefonálnom kell, ezt kell intéznem, azt kell intéznem, ilyen találkozóra kell mennem, olyan találkozóra mennem, függönyt kell néznem, és a többi, és a többi. A kis dolgokra koncentrálok, akkor a nagy dolgok, a fánkok elmaradnak. Az, amit majd mindjárt látunk, hogy micsoda. Az, ami a család a legfontosabb. Volt egy lelkész, csak hogy kicsit ne legyen unalmas, annyira lelkész ismerős, és ugye több gyereke volt. És azt mondta a gyerekek, hogy most el tudnám velünk jönni ide vagyod, és kivette a kis naptárját, ugye akkor még nem ilyen személyi, nem tudom, tenyér, kis számítógépek vagy telefonok voltak, megnézte, hú, erre a megbeszélésre kell mennem, ezt az előadást kell megtartanom, azt kell csinálnom, azt kell csinálnom. Most fontosabb dolog van. És akkor mondta az egyik kisgyermeknek, talán a középső, hogy mi nem vagyunk elég fontosak? Mi nem vagyunk egy elég fontos találkozó? Mi nem vagyunk benne ebben a kis naptárban? És akkor az apa, hogy elszigyelte magát, és mondta a feleségének, hogy most be van írva egy hónap, ami üres hely van, oda ír be a gyerekeket sorba. És akkor beírta a gyerekeket sorba. És amikor jött a következő felkérés, hogy akkor mennék, én megnézem a naptáromat. Nyitottam, megnézte, ó, egy nagyon fontos. Nem. De értjük, ugye, amit mondani szeretnék. Odaszánás nélkül, rangsorolás nélkül nem lehet sikeres családot építeni. Lehetetlen. A szülőnek, az apának és az anyának el kell határoznia azt, hogy bizony a családot teszik az első helyre. A naptáromban, akár szó szerint, akár jelképesen be van írva, hogy ezt a feleségemmel, ezt az egyik gyerekemmel, ezt a másikkal, vagy a harmadikkal fogom tölteni. Aztán szintén az odaszánásnak, az elkötelezettségnek a másik jele az az, hogy is kezdjem, inkább úgy mondom, hogy megkérdezték azt, hogy hányszor kell veszekedni a szülőknek ahhoz, hogy elváljanak. Nem gondolom, hogy hányszor kell veszekedni, hogy elváljanak. Nem lehet megmondani. Nem azon múlik érdekes módon mérték, hogy hányszor veszekednek. Van, aki már folyamatosan veszekszik, és mégsem válik el. Biztos ismerek ilyen családot. Nem otthon, a szomszédban.
folyamatosan. Csak azért, hogy húsfér emberek vagyunk, jó? Tehát ne játsszuk meg munkat. Oké. Okay. Tehát vannak családok, akik folyamatosan veszekednek. Az együtt létük abból áll, hogy veszekednek. És mégsem válnak el. Kiderült, hogy nem azon múlik, hogy elválnak vagy sem, hogy mennyit veszekednek, nem elsősorban ezen, hanem azon múlik, hogy mi az aránya a pozitív és a negatív közléseknek. Most azt nem tudjuk megmondani, hogy hány negatívnak kell lenni a pozitívokhoz képest, hogy elváljanak. Szerencsére ilyen nincs. De meg tudjuk mondani azt, hogy mikor biztosan nem válnak el. Kíváncsiak arra? Mi a receptje annak, hogy ne váljunk el egymástól? Mi az aránya jó és a rossz között? Melyikből legyen több? Hát igen, azt már tudjuk. Legalább a jóból legyen több, de meg fogom döbbenni sajnos. 5-1. Csak azoknál a családoknál volt 100-ból 100-szor együtt maradás, ahol 5-ször több pozitív közlés volt, mint negatív közlés. Azt mondjuk előtt, az lehetetlen, Józsiát megcsináld. Te nem is tudok mondani, hogy 5 pozitívumot egy nap egy gyereknek. Hát mit mondjak neki? De látjuk, ugye, nyilván nem váltak el egymástól, mert megszokták azt, hogy a másikat értékelem. Megszokták azt, hogy a másiknak valami pozitív dolgot mondok. Megszokták azt, hogy a másikat megdicsérem valamiért. Annyira jól esett ez. Olyan jó volt, amikor ezt meg azt tetted. Mennyire vágyakoztam rá, hogy vigasztal és vigasztaltál, milyen jó. Tehát, hogy milyen család az, ahol azt tanulják meg, nem magától jön, magától nem jön, azt tanulják meg, hogy észrevegye a jót. Elhatározza magában az anya meg az apa, hogy a jóra fognak koncentrálni. Teljesen fejjel lefelé. Gondoljuk el, hogy ki hogyan nevel a gyerekét, nem? Kösd be a cipőd, egyél már, vedd már föl, indulok az iskolába, gyorsabban, siess, hülye vagy, mit csinál? Te ebben hány pozitív van? Vedd fel a cipőd, semleges, sőt negatív. Siess már, még kell mindig könyörögni. Hányszor mondjam el, hogy nekem van csak ilyen analfabét a gyerekem, nem hiszem el. Ezek könnyen jönnek? Ezek könnyen jönnek. Át kell írnunk. Ahhoz, hogy ebben a korban, ebben a környezetben egészséges gyereket neveljünk, mi nekünk, a szülőknek a feladata az, hogy szándékosan pozitív dolgokat mondjunk a gyereknek. Arra hegyezzük ki magunkat, azt vegyük észre. Tehát az első, amit a családkutatásból tudunk, hogy azoknál a családoknál van egészséges gyermek, ahol a szülők elkötelezik magukat egymásnak. Van egy másik formája, ugye nem csak a pozitív dolgok, van egy másik formája is. Lehet, hogy veszekednek, de a gyerek füle hallatára azt mondja egyik a másiknak, kicsim, most veszekedtünk, de egyben biztos lehetsz, mi mindig együtt. Meg se fordul a fejünkbe, hogy elváljunk. Más szülők elválnak, de mi mindig együtt maradunk. Nálunk a család a legfontosabb. A gyereknek ezt hallania kell. A gyerekbe biztonságot kell beletennünk, hogy a mi szüleink 100%, 1000% biztonságosan szeretik egymást, és mindig együtt akarnak maradni. Volt egy másik ismerős, az azt mondta a fiának, hogy kamasz volt, anyáddal beszélhetsz így, de a feleségemmel nem. Ebből látta a gyerek, hogy az apa szereti a feleséget. Látta, hogy nálunk nagyon fontos, hogy mi ketten egyek vagyunk. A gyereknek ezt tudnia kell. Tudnia kell. Hogyha már elkövettük azt a hibát, hogy negatív érzések, vagy harag, vagy valami rossz volt, összezördültünk, akkor minél kisebb a gyerek, annál gyorsabban mondjuk azt, mi nagyon szeretjük, hozzuk oda testi érintéssel, mi nagyon szeretjük egymást. Félreértés volt, de mi nagyon szeretjük egymást. Téged is. És milyen jó, hogy együtt vagyunk. A gyerekben ki kell alakítani ezt a pozitív családképet. Saját tapasztalatból is tudom mondani, hogy ha az ember ebbe beletesz szíj és energiákat, akkor a gyermeke, amikor 10 éves lesz, aktívan fogja mondani? Hát a más családokban ez van, az van, milyen jó, hogy nálunk ez van. Értitek? Tehát lehet ezt érteni, hogy mennyire energiát kell beletennünk abba, hogy a gyerek számára egyértelmű legyen, hogy számunkra a család a legfontosabb. Mi a második? Ugye az első volt az elköteleződés. Ez még lehet azt mondani különben, hogyha már válnak. Ezt meg már házasságterápiákból tudjuk. Ha válnak, vagy válnának, vagy az van a fejükben, hogy el akarnak válni, és csak az egyik meg akarja menteni a házasságot a kettő közül, akkor van reményünk, hogy a házasság megmenekül. Ha legalább az egyik odaszállja magát, hogy ő bizony a sérelmek, a
a bántás, a csalódottság ellenére pozitív dolgot fog adni a másiknak, amire szüksége van, akkor nagy eséllyel meg tudják tartani a családot. Legalább az egyik. Mi van akkor, hogyha mind a kettő fél elkötelezett, hogy a család az első és a legfontosabb. A következő rangsorban a második, ugye összefügg azzal, hogy elközelítség meg pozitív dolgok. Úgy fogalmaztam ide, hogy a feleség, a férj és a gyermek elismerése. Elismerés. Sokkal könnyebb egy gyermeket nevelni akkor, hogyha azt hangsúlyozom, ami dicséretre méltó benne. Sokkal könnyebb nevelni akkor, hogyha azt veszem észre, hogy mi benne a pozitív. Érdekes, megfigyelték azt, hogy egy gyerek minél több negatív dolgot hall saját magáról a szülő szájából, annál akaratosabb lesz, annál nehezebben kezelhető. És a nehezen kezelhető gyerek meg tud fordulni, hogyha elkezd pozitív dolgokat hallani önmagáról. Nagyon köszönöm, hogy ezt tetted. Annyira jól esett, amikor, értik, a gyereket táplálni kell a pozitív dolgokkal. Nem, hogy ahogy a humanisztikus pszichológia mondja, hogy egy kis virág kijön a földből, és a kritikának a fagyos szele veszi körül, hát az el fog sorvadni. Annak nem lesz pozitív önbecsülése. Az nem tud megbírkozni majd azzal, amikor problémahelyzetbe kerül. Ha viszont meleg, elfogadó, a pozitív értékeit észrevevő légkörben nevelkedik, akkor meg tud erősödni. Olyan felnőtt lesz belőle, akinek egészséges énképe van. Különben, hogyha főleg az apa megjegyzi azt, hogy ez nem tetszik, az nem tetszik, akkor a gyerek olyan lesz, mint hogyha valaki mondjuk egy idegen országban, egy idegen sportpályán kéne mozogni. Mondjuk képzeljék el, hogy egyszer csak letesz körünket egy ilyen rögbi pályára, nem tudom, az amerikai foci pályára. Én nem értem azt, hogy ilyen baseball pálya, teljesen minden, mert semmiket sem értem. Oda tennének egy mezbe, és most akkor Józsi fussál. És akkor először ugye állnék, és nézem, hogy most merre kell mennem, mit kell csinálnom. Hogy elindulnak jobbra, aminek nem arra, mit csinálsz, hülye vagy? Akkor még jobban berezzenek. Hogy lehet ilyen értetlen? Akkor próbálok. Tehát a gyerek, aki nem irányítást kap, nem egy pozitív megerősítést kap, az nyilván elbizonytalanodik teljes egészében. Utána nem lesz már kezdeményezőkész. Mi szeretnénk olyan gyerekeket nevelni, akik kezdeményezőkészek, kreatívak, bátrak, fölállnak, elmondják a véleményüket, nem remeg a térdük, tehát, és tudnak dönteni, igazi személyiségek. De ezt csak akkor lehet megtenni, hogy amikor még kicsi, akkor ugye járni tanítom, ugye alányulok, és amikor elesik, akkor nem azt mondom, hogy lesz ilyen béna. 15 hónapos vagy, és még csak így jársz. Ilyet a gyereknek nem mondom, azt mondja, hopp, de ügyes voltál, már kettőt léptél, már milyen jó, akkor még tudjuk, nem? Már kettőt tudtál lépni, mamához jöttél, vagy papához, már hármat, már négyet. És azt mondjuk, hogy mi a jó benne. És nem azt mondjuk, hogy nem tudsz még menni 100 métert, tehát hogy lehetsz ilyen. Tehát én nem mondok a gyereknek. Jó, tehát az elismerés, a pozitív visszacsatolás, a szabály látják, ugye 5 az 1-hez követően, érdekes csak, hogy meg lehessen jegyezni, aki a Bibliát ismeri. Emlékeznek, amikor fölállt a vámszedő, és azt mondta, hogy akitől perrel, csalással elloptam valamit, negatív, annak 4-szer annyit adok vissza. Ezzel ki van egyenlítve. De mi a gyerekeinkkel nem egyelőbb akarunk lenni, hanem pozitívba, ezek 5. Jó? Nem, nincsenek véletlenek. 4-szer, nekünk 5-szer annyit kell. A legjobb dolog, az ember nem is mond negatívat. Majd meglátjuk, hogy lehet ezt egyáltalán csinálni. Hát hogy nem lehet, hogy nem mondasz negatívot, hogyha a gyerek rossz. Hát akkor mégiscsak kell valami negatívot mondani, majd meglátjuk, mert valószínűleg nem kell. És mégis lehet javítani a rosszat, annélkül, hogy negatívat mondanék. Harmadik. Ebben a korszakban mi az, ami az elkötelezettség és a pozitív visszacsatolások mellett a harmadik legfontosabb. A harmadik legfontosabb az időt tölteni együtt a gyerekeinkkel. Majd mindjárt mondok egy ilyen hát amerikai típusú, de sokat mondó tesztet. Elmondom, hogy ha valamit csinál ön, mint anya vagy apa, otthon az 1 pont, ha valami mást az 2 pont, ha valami mást az 3 pont, van 4 pontos, meg van 5 pontos. Ha valaki mindegyiket csinálja, az pont 15 pont. Majd mindjárt megfogjuk, hogy mi ez. És a 15 pontos élmények azok, amelyek idegen szóval a limbikus rendszert, az érzelmi rendszert beindítják, és arra úgy fogunk emlékezni, mint felnőttképpen, hogy
apámmal, anyámmal fantasztikus volt. Hogyan lehet 15 pontot szerezni? Érdekli önöket? Na nézzük mindjárt. Persze, hogy érdekli. Haza lehet menni és mindig szerezni a pontokat. A gyerek nem kell, hogy tudja. Csak főleg magamnak ma szereztem 30 pontot. Jó apa vagyok. Ma szereztem 15-öt. Nem vagyok annyira jó feleség. Hát először is csak, hogy kedvet csináljak, ugye nagyon híres kísérlet. Megkérdezték nem magyar, amerikai apákat, akinek egy éves gyermeke volt, ön szerint körülbelül naponta mennyi időt tölt a gyerekével? És akkor ugye felvették, több ezer apát megkérdeztek, és az átlag az jött ki, aztán az apák, hogy én 20 percet töltök a gyerekemmel. Anyákat megkérdezték, boldog vagy 20 percet? Lehetne több is az, ugye hát egy napnak, hogy a gyerek nem alszik, akkor legalább van az, még kiskorban azért 10-12 óra, abból 20 percet tölt együtt, hát ilyen az apa. De most jött a kísérlet második rész, ami miatt világhírvé vált ez a kísérlet, gonosz pszichológusok. Betettek egy kis mikrofont, egy picikét a csecsemőnek, nem a csecsemő, az egyéves gyereknek a ruhája alá. Az apák nem tudták. Be volt téve a mikrofon, és figyelték, hogy a 20 perces apukák valójában hány percet töltenek a gyerekkel. 20-at, 40-et, vagy csak 10-et? Vagy mennyit? Ugye a mikrofon azt mérte, hogy mikor kerül az apa halló távolságba. Tehát hány perc telt el, amikor a gyerek valójában hallotta az apja hangját? Jó kis kísérlet, nem? Vajon az első éves gyermek, fiúk vagy kislányka hány percet hallja naponta az édesapja hangját? Mit gondolok, hány percet hallotta? 10 más ötlet? 5 perc, 4 perc, nagyon optimisták. 3, nagyon optimisták. 2, nagyon optimista. 37,7 másodperc. Az amerikai apa, de nem kell, hogy amerikai legyen, 37,7 másodpercet hallatja a hangját az egyéves gyereke felé. Ugye milyen érdekes ez? Vagy szomorú, inkább azt lehet mondani. A másik fele persze az, hogy közben pedig tudjuk, hogy milyen óriási szerepe van annak, hogyha az apa modellt is látja a gyerek. Ugye amikor az anya, nem tudom, halálra rémül, hogy az apa megfogja, feldobja a gyereket, közben csinálja egy szaltot és elkapja, ugye ez így játszik az apa gyerekkel. Az 1-2 éves gyereke földobja, meg rángatja, az anya teljesen el van sápadva, tedd le! De ez a fajta játék nagyon-nagyon fontos. Az anya az ilyen, jaj, törékeny, mi lesz vele, leesik, vagy stb. Az apa pedig maga biztos. És a fiú és a lánygyereknek kell az, hogy az erős apai modell, aki feldobja őt, pörgeti őt, dögönyözi őt, és ott erő van, ott határozottság van, ez egy másfajta játék. De 37 másodperc alatt nem lehet játszani a gyerekkel. 37 másodperc, ez nagyon-nagyon kevés. Ez nagyon-nagyon kevés. Ettől lett híres ez a kutatás. 37 másodperc, ha önök is 37 másodperces apukák, akkor nincs remény arra, hogy a gyerek egészséges legyen, pszichológiai értelemben. Ahhoz nekem, mint apának, oda kell tennem magam. Nem tudom, valamelyik kérdésem volt itt a Vekerdek, itt nagyon-nagyon szeretek, és ő egyszer mondott egy olyat, hogy az apáknak micsoda előnyös helyzete van, nem tudom, elmondta ezen az adást, nem néztem végig, csak belepillantottam, mint az advent videón. És mondta, hogy hát mit csináljak én, hát 37 másodperc, jó van, dögönyözünk egymást, hogy beszéljek hozzá, de hát mit lehet többet játszani egy gyerekkel, főleg a 2, 3 vagy 4 éves. És akkor mondta a Vekerdi doktor, hát menj be a szobájába, ülj le! Leül. És akkor a gyerek odagurítja neked a labdát, oda, és mivel zseni vagy, ezért te visszagurítod. Az apák zsenik. És ez már óriási dolog. De az anyát látom. De az apával, hogy az labdát visszagurítja, stb. Könnyű helyzetünk van apáknak. Csak oda kell menni, és együtt időt kell vele eltölteni. Na nézzük akkor, hogy hogyan lehet 15 pontos apa vagy anya valaki, és nem pedig 37 másodperces. Egy pontot ér az, hogyha akkor is rá gondolok, amikor nincs velem. A gyerekem. És ezt tudatom vele. Például írok neki egy SMS-t. Vagy a hűtőszekrényen fölteszek egy ilyen posztitet, hogy korán mentem el, de gondoltam rád, és várok arra, hogy délután teniszezzünk. Nem beszélünk egymással, nem találkozunk, mert korán kell elmennem, de írok neki egy kis nótot. Vagy az íróasztalra teszek egy kis reggelit, és azt mondom, hogy ezt papa csinálta. Gondolok rád.
nem vagy, ha mama csinálta. És az van rájött, hogy papa. A gyerek úgyse tudja, még nem árulj el neki. De a lényeg, ez már egy pont. Vagy csak egy pont. Ezen még sokat nem lehet szerezni. Egy pont. Következő az, hogyha kettő pont, hogyha együtt vagyok a gyerekemmel. Nem biztos, hogy beszélek hozzá, de egy légtérben vagyunk. A kamasz gyerekem fönn van a felhallgató, átjön a konyhába, megnézi, át csak néztem, itt vagytok-e, és megy vissza a szobájába. De ez két pont. Az, hogy egy térben vagyunk, otthon vagyunk, a családunk működik, az apa nem valahol messze van, és csak az anyát látja a gyerek, hanem együtt vagyunk, ez két pont. De ezt tervezni kell, nagyon sok apának tervezni kell. Nagyon sok apa el kell, hogy menjen a haverjához segíteni, szerelni a Skodát, ami 40 éves. Másodiknak el kell menni a haverokkal. Harmadiknak dolgoznia kell. Negyedik, ha otthon van, akkor az interneten mellett ül, és be van zárva az ajtó, hogy a gyerek ne zavarja. Nincs jelen. Nincs jelen. Egy légtérben lenni. Együtt lenni, időt tölteni, ez két pont, nem sok, ez két pont. Tehát tudatom vele, hogy rágondolok, és hogyha otthon vagyok, ez három pont, de ez még csak ötöde a 15-nek, ez még nem sokat ér. Nézzük a három pontosat, ami önmagában három pont. Hát, és megfelelődik, hogy csak három pont, hogyha beszélek hozzá. Hogyha beszélek hozzá, ez három pontot ér. Csak azért ér csak három pontot, mert lehet úgy beszélni hozzá, hogy anyáknak is, hogy miközben mosogatok, közben oda kiáltok a gyereknek, hogy összepakoltad már az iskolai cuccot holnapra, vagy majd reggel fogunk megint bénázni. Ez három pont. Ez három pont. De látjuk, hogy ez nem jó, vagy nem tökéletes. Ott van, egy légtérben vagyunk, rágondolok, és beszélek is hozzá. Most ennek az igazi jó dolgok. Négy pontot ér az, hogyha a szemem a szemével találkozik. A szemem a szemével találkozik. Hogyha figyelek rá, hogyha ránézek. Mit gondolnak, egy apának és egy gyereknek hány percet találkozik a szeme egy héten? Na? Egy percet? Igen. Ne becsüljük le az apákat. Ne becsüljük túl az apákat. Tehát valahol 1 perc és 10 perc, 20 perc között, igen, 10 percet. De az nem sok. 10 percet. A gyereknek arra van szüksége, hogy figyelmet kapjon a szülőtől. Hogy odaüljünk mellé, és ráemeljük a tekintetünket. És szemkontaktusban legyünk. És hogy beszélhessen. Főleg egy kamasz gyereknek. Ha valamikor egy kamasz gyereknek egy órába telik, még elmondja, hogy mi bántja a lelkét. Főleg, hogy hogyan teszi össze a szavakat, meg hogy beszél. És ne javítsd. De az, hogy odaülök mellé, az, hogy szemkontaktusban vagyok vele, az, hogy együtt töltjük az időt, és fókuszálok rá, és figyelek rá, hümmögök neki, hallgatom, nem jöjjítom ki. Ez négy pont. Önmagában négy pont. Önmagában négy pont. Hogyha még ezen túl valaki olyan zseniális szülő, hogy még hozzá is ér a gyerekéhez, hogy még át is karolja, vagy a kamasz, akkor mellé ül, hogy a vállam a vállához ér. Vagy hogy a kislány, vagy nem, és beteszem az ölembe, és úgy beszélgetünk szemkontaktusban. Apa és lánya, anya és lánya beszélnek egymással. Közben átülelem. Az a csúcs. Az az öt pont. Az az öt pont. Az emberi lénynek az érintés fantasztikusan fontos. Aki ezt a 15-ös skálát összeállította, ő mondta el, hogy egyszer vérnyomást mért egy idősebb asszonynak, képzeljék el, és az idősebb asszony sírva fakadt. És megkérdezte, hogy hát valamit rosszul csinált, valami fájt, vagy valamit másképpen kell, szóval nem. A férjem 4 éve meghalt, és ön az első, aki hozzámért 4 éve. Mindenkel. Na de hát ez most csak úgy benném maradjon egy történet. A gyermek számára ez, hogy átölelem őt, Ez, hogy a vállát átfogom, hogy kifejezem a szeretetemet, ez a teljes 15 pontos. Gondolok, tudatom vele, egy légtérben vagyunk, beszélgetünk, figyelek rá, és hozzáérek.
Ha ezek megvannak, ez összesen 1-től 5-ig, ez összesen összes 15 pont. Na most ez mit jelent a valódi gyakorlati életre nézve? Ma már sok anyuka nem csak otthon van, hanem dolgozik is. És halálfáradtan jön haza, vagy apuka is lehet ez. Halálfáradtan jön haza. És úgy jön haza, hogy hagyjatok békén, minden elegem van, teljesen le vagyok merülve, most még itt van, ezt is meg kell, azt is meg kell csinálni. Ez hány pontos kontaktus volt? Nem, ez 3 pont. Legyünk felek, ez 3 pont. Ott van, megbeszél. Ez 3 vagy 4 pont? Hát beszél is hozzá, picit, jó, de csak úgy. Hagyjatok békén, ez nem túl sok. Tehát így nem lehet belépni. Így nem lehet belépni. Azt kell, hogy képzeljétek el, hát fantasztikus dolog történt, elmondjam nektek, hogy és vagy önnek oda, és mi volt a foci meccsen? Vagy mi volt? Na azt kérdezte, hogy mi volt az iskolában? Mert tudjuk, akár amerikai gyerek, akár magyar, hogy iskolában semmi nincs. Tehát azért járunk iskolában, hogy semmi ne történjen. Ez teljesen természetes. Aki magániskolában jár, azért fizetünk, hogy semmi ne történjen. Az iskolában soha semmi nem történt. Ezért nem kérdezem meg, hogy mi volt az iskolában. Vagyok ennyire okos? Hanem tudom, hogy ma volt a kosármeccse. Na, hogy sikerült a kosármeccs? Mi volt? Gyere, mondd már. Hát, dobtam egy pontot. Hurrá, fölemelem. Ez már 15 pont, nem? Hozzáértem, beszéltem hozzá, szemkontaktusom van. Már is szereztem 15 pontot. Kicsit tréfásan mondtam ezt el, de meg kell értenünk. Ahhoz, hogy a gyermekeinknek a szeretett tankja tele legyen, nem elegendő az, hogy egy légtérben vagyunk, én dolgozom, ő csinálja a leckéjét, vagy nem csinálja, vagy éppen a számítógép előtt ül, vagy a számítógéppel játszik, ebből nem lesz teljes értékű fejlődés. Nekem oda kell magam tennem, hogy a gyerek, úgy mondjuk, hogy minőségi időt töltessek a gyerekkel. Múltkor elmondtam, aki még emlékszik rá, de elmondom még egyszer, mert nagyon rövid és érdekes, frappáns kifejezés volt, angolul hangzik jól. A gyerekek a szeretetet úgy mérik, vagy a szeretet szót úgy betűzik, hogy idő. Ugye angolul love a szeretet, L-O-V-E, de azt mondta a gyermek szövetség elnöke, hogy a gyermekek a szeretetet, hogy love, azt nem úgy betűzik, hogy L-O-V-E, hanem T-I-M-E, time. Ugye mit akarod ezzel mondani? Gyerek számára szeretet, egyenlő idő. Ilyen egyszerű a képlet. Minél jobban szeretem, annál több időt töltök vele együtt. Az is szeretet, csak nem annyira jó, hogy hazamegyek és viszek neki ajándékot, mert lelkismert furdalásom van. Ugye? Itt hagyta apa, hozott nekem egy új matchboxot, mert olyan keveset látjuk egymást, de azért jó apa vagyok, szeretjük egymást. A matchbox helyett sokkal jobb lenne, hogyha leülnénk és együtt beszélgetnénk. Együtt mennénk el dolgokat csinálni. Egy gyerek elmondta egyszer egy ilyen foglalkozáson, hogy akkor nem volt gyerek, ő arra emlékszik az apukájából, hogy hazajött az apa, és azt mondta, oda tettem a létrát a ház mellé, és most fölmászunk. És mindenki is mondja, miért mászunk föl? De a gyerekek egyből követték. Két gyereke volt, fölmentek a tetőre, fölmásztak. Mit csinálunk, papa? Nézd csak, ott jön föl a hold. Nem bűvészet apának lenni. És ez az ember, ez már felnőtt apa volt, azt mondja, soha nem felejtem el. Ott ültünk apám mellett, apám a legcsodálatosabb a világon. Megmutatta, hogy hogyan kell fel a hold. Fölmásztunk a létrán. Nagyok voltunk, erősek voltunk. Állandóan törni kell a fejünket azon, hogy hogyan tudom a gyermekemet meglepni magammal. Hogyan tudom neki ajándékozni magamat. Ebből következik a következő, ugye, hogy ami már egyel több, ez pedig a gyermek minél nagyobb, annál jobban, ez közhely, annál jobban igényli a kommunikációt. Ugye egyik fajta kommunikáció az, hogy mi volt a suliban semmi, nálatok soha semmi nincs, együnk kész. Ezek klisék. Ez nem kommunikáció. Ugye? Ugyanazt végigmondjuk. Eljött az idő, le kéne feküdni, fürödjél, nem megyek, de fürödjél, még kell könyörögni. Ilyen klisék. Ez nem kommunikáció. Vagy ez is kommunikáció, csak ennek nincsen értéke. Az egyik fajta kommunikáció az, amikor apa vagy anya beszámol arról, hogy mi történt a családon kívül. Beszámol arról, hogy mi volt a munkahelyen. Ma nagyon sok gyerek úgy nő fel, hogy az apja mondjuk, nem tudom, egy munkahelyen dolgozik, és egészen pontosan nem tudja az apja, mit csinál. Annyit tud, hogy fölöltözik szépen, vannak ilyen apák, ugye nyakkendő meg zakó, és elmegy reggel, és hazajön délután. És nem tudom, osztályvezető.
Tehát nincs egy kép előtte, hogy fát vág, vagy kocsit vezet, vagy zongorát tesznek föl az autóra, és elviszik a pontból B pontba. Nincs ilyen. Viszont amikor az apa, vagy az anya mesél, beszámol arról, hogy mi volt a munkahelyen, vagy mi volt, hogy történt a nap, ez kommunikáció. De nem ez nem a legmagasabb rendű kommunikáció. Tehát a beszámolás mellett a következő, ami érdekes lehet, és ez többet ér, hogyha a gondolataimat megosztom, vagy az ő gondolataira odafigyelek. Így, a Gyermeknevelés című könyvben Ellen White azt írja, kedvenc könyvem a gyereknevelésről, azt írja, hogy amikor az apa, vagy az édesanya leereszkedik a gyereki szintre, és az ő apró cseprő problémájhoz úgy fordul oda, mint hogy azok lennek a legnagyobbak a világon. Amikor félteszi az ő hatalmas problémáit, és odafordul a gyerekhez, aki beszámol arról, hogy a kocsimnak kitörött a kereke, vagy hogy ez történt, az történt, és nem a megoldást mondja neki azonnal, hanem csak figyel rá, és megengedi, hogy elmondja neki, hogy mi történt. És azon a szinten a társa a gyereknek. És folytatja tovább, hogy ezzel a cselekvéssel, a szeretet aranyláncával a gyerek szívét hozzáköti a saját szívéhez. Ilyen egyszerű. De ez időt igényel. Ez kommunikációt igényel. Aztán az apa is ugye elmondja, hogy milyen gondolatai vannak. Hogy ezen gondolkozott, hogy lehetne a motor kicserélni, de akkor megemelték, nem ment. Vajon a gyerekünket szeretjük annyira, hogy elmondjuk neki akármilyen kicsi, hogy mi történik? És világképét formáljuk azzal? A gondolataival szóba állunk? Aztán itt van a következő, ugye ez nem része a gyerekhez közvetlenül, de meg kell tanulnunk, és nem beszéltem az előző alkalommal, mert nem lehet innen belesülteni egy órában, az a kommunikáció belül, hogy a szülők egymással hogyan beszélnek. Meg kéne tanulni azt, hogy amikor a másik beszél, akkor ránk ne az a mintázat legyen jellemző, ami most jellemző a legtöbb családra, hogy a gyerek azt látja, hogy a szülők belevágnak egymás beszédébe. De nem udvariatlanságból, hanem mert nem ért egyet. Elkezdi mondani az anyja, hogy ez vagy az, és az apa azt mondja, azonnal dorongol, vagy közbevág, stb. Meg kell tanulni a szülőnek, hogy végig háromdimenziós filmben ő a főszereplő, a gyereke szemléli. És azt kéne látni a gyereknek, hogy bizony, közöttük egy kedves beszélgetés zajlik. A gyereknevelés önmagunknak a nevelése. Tudom, hogy ez ilyen nagyon-nagyon fönn van, de ez a cél. Ez a cél. Tehát amikor a másik beszél, hogy segítsek, hogy egyszerűvé tegyem, akkor hűmögéssel, bólogatással, mosolyal megvárom, amíg kifogy belőle, hogy így fogalmazzak. Hadd mondja végig. Ne az legyen, hogy két egocentrikus, két önző ember beszél egymással, és egymásnak feszülnek, és mind a kettő a másikat hibáztatja, hogy nem lehet beszélni, mind a kettő a másikra mutatott, hogy mi mindig veszekszünk egymással. Az egyik dönts el, hogy megvárom, még a másik végig mondja. És hümög neki, aha, tényleg. Ja, hát persze, hát meg jó, hogy felhúztad magad, stb. Stb. Tehát segítem, hogy végigmondja. És amikor végigmondja, akkor azt mondom neki, hogy, és most figyeljünk, mert nagyon kevesen használjuk ezt, így lehet mondani, engedélyt kérek a másiktól, ez furcsán hangzik, hogy most én is elmondjam, amit szeretnék. Persze nem úgy, hogy engedélyezd, drágám, hogy hadd beszéljek én is. Nem így működik ez, nyilván az csúnya lenne. Hát ez az nagyon furcsa. Azt mondja, hogy értem, hogy itt mondasz, hogy ez meg ez rosszul esett neked, vagy ez felháborított, és emiatt ez vagy az volt, igen. És azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban nekem is vannak gondolatom, elmondhatom, hogy mit gondolok ezzel, mert ez engem is elindított itt belül valamit. Amikor a másik felé nem ledorongóan közelítek, hanem így, hogy mit szólnám, hogyha én is elmondom, mit gondolok erről, akkor a másikban nem lesz ellenállás, ami eddig volt, hogy én mindig megmondom a tutit. Értek, mit mondanak akarok ezzel? És a gyerekkel is, ezt azért mondtam el, mert ami még furcsább, még nehezebb, a gyerekkel is így kell beszélni. Tudod, ez nagyon furcsának hangzik, a gyerektől engedélyt kérni arra, hogy beszéljek, hát ki a kettő közül a felnőtt, ő vagy én? Itt az, amit én akarok. Nem, a gyerek elmondja, hogy mi van, és ezt hívjuk úgy, emlékezik az előző alkalmakból, az ellenállás kezelése. Én nem úgy akarom formálni a gyermekemet, hogy ingerlem őt, vagy hogy az idegbe induljon benne, hogy apa már megint valamit rám kell erőszakolni. Ez akkor már elvesztettem a harcot.
Amikor elmondta, hogy mi a helyzet, végigmondta, hogy mi van, azt mondom, hogy ez nekem nagyon érdekes hangzott, és ez volt az a dolog, tényleg így gondolod, és ez milyen. Elfogadom a gondolatait. És utána azt mondom, hogy nekem is van néhány gondolatom erről. Megoszthatom vele. Ebből látja a gyerek, hogy nem arról van szó, hogy most meg akarom neki mondani, hogy mi a helyes. Hogy most én bírálom őt, hogy mit tett rosszul, vagy hogy merre. Azt persze mondd el, apa, hogy van, és akkor nagyon óvatosan mondok egy-kettőt. Ez jelenti gyakorlatilag azt, hogy próbálok egy olyan családot építeni, ahol a lehető legminimálisabbra csökkentem a konfliktusok, összetűzések, szenvedélyes veszekedések, vitáknak a számát. De ez önuralmat igényel. Ez nem az, hogy a másik ne csinálja, hanem én nekem nem kell csinálni. És hát nyilván a legjobb az, amit már mondtam az elején, a kommunikációban, hogyha a lehető legtöbb pozitívat akarom megosztani a másikkal. Nem csak akkor beszélgetünk, amikor baj van, hanem akkor, ami pozitív dolgok vannak. Nem vagyunk pozitívak, higgyék el, nem vagyunk, nem így vagyunk drótozva. Nem így vagyunk drótozva. Ami jó, az magától értetődő, annak úgy kell lennie, az természetesen még jó, hogy így van. Mit mondjak, miért kéne erről bármit is mondanom? A gyereknek az a dolga, hogy rendes legyen. Lefeküdt 8-kor az ágyba, és megmosta a fogát, hát az a dolga. Minek dicsérjen meg érte? Majd szólok, hogyha nem. Ugye? Rá kell szoktad magad, hogy pozitív. De ugyancsak a kommunikációhoz tartozik az is, hogy a negatívat is meg kell tudnom fogalmazni. Például egy anya mondjuk, vagy egy feleség, reggel a férje úgy megy el munkába, hogy elfelejtette megpuszilni. Tegyük fel. Szerbusz, drágám, nem volt puszi. Akkor az egyik lehetőség az, hogy azt mondja, hogy jó, van, oké. Magába így rágódik. A férj észre se vette. Magába rágódik, mosogat. Á, nem olyan fontos ez. Mindegy. De azt mondja, nem olyan fontos ez, mert mosogat arra gondol, hogy tudod, ki fog neki főzni ma vacsorát. Egy a kutyatápot. Jó lesz neked. Melyik gond, itt én most mindig csak én próbálják jót tenni a családért? Hát ez nem működik. Ő is figyelt. Hát hogy képzeli? Szegény hazajön 8 órával később, vagy 10 órával, azt se tudja, mi volt reggel, csak látja az asszony teljesen ezért. Merev, fal, nincs semmi köszönés, semmi, vacsora sincs. Ugye? Akkor a férjel mondja, hogy fél egész nap dolgozom, legalább melegétel legyen. Neked elfője? Innen? Egyet elfelejtette megpuszilni reggel. Vagy csak a példakedvéért. Tehát azzal valóban pszichológiai tudjuk, hogy azzal nem lehet megoldani általában, hogy ugyan már csak feledékeny volt, és majd ezt így elmondjuk, mert nem vagyunk olyan természet általában. Van, aki megbocsát és könnyen elengedi, de általában nem. Általában nem. Tehát az nem megoldás, hogy elfolytom, így mondja a pszichológia, hogy nem beszélek róla. Ez nem megoldás. Az egyik megoldás az nyilván a feleségnél, mondjuk imádkozik. Mert feledékeny volt, stb. Uram, enged, hogy kedves legyek hozzá. Hadd vagyok az olyan, akkor én majd megcsókoljam őt. Vagy meddig. Ez egyik megoldás. A másik megoldás, hogy nem kezdem el magam rágni, amikor becsapodik az ajtó, már nyitom ki, és annak utána, Józsi, elfelejtettél megcsókolni. És a férj mit fog csinálni, hogy a kocsiban ül? Megy tovább, gázt ad? Nincs ilyen férj a világon. Megáll, persze, gyere. És ad neked sokkal nagyobb csokot, mint ami rendesen, mert hogy erre akarja hozni a hibát. Mit akarok ezzel mondani? Jobb ott helyben, valami pozitívan, valahogyan. Nem szabad rajta rágódni. Minél jobban rágód, minél jobban benn van, annál nagyobb kárt fog okozni. Vagy arra gondolok, hogy milyen pozitív tulajdonságai vannak. És használom a pozitív, negatív, pozitív szendvicset, így hívja a pszichológia. Hazajön a fél, azt mondom, annyira, hogy újra látlak, és olyan kerül, még mindig, bár most már 50 éves vagy, de mindig úgy érzek, mint egy 40, és imádom, hogy ilyen erős vagy, és hogy eltadod a családot. Az rossz eset, hogy nem adtál puszit, mikor elmentél. De végig arra gondolod, hogy mikor jössz már újra vissza. Jaj, drágám, ne haragudj. Értsd, amit szeretnék ezzel mondani? Hogy van egészséges módja az ilyen apró negatív dolgok kezelésének. És van egészségtelen módja. Még csak 4-nél tartunk, de az idő már lassan elterjedzi, még folytatom, jó? Az 5. ismérve azoknak a családoknak, amelyek úgy tűnik, hogy egészséges, jobb, nagyobb arányban tudtak lelkileg egészséges gyermekeket nevelni, nem fognak meglepődni, azok, ahol valamiféle lelkiség van. A lelkiség úgy gondolom, hogy például Isten hit.
Ezek a családok, akiket néztek több ezer, nem volt mindegyik hívő. Azt vizsgálták érdekes módon, a gyerekeket megkérdezték, hogy milyen istenképük van. Tehát mit gondolnak Istenről, és durván két nagy csoportba vagy háromba helyeztek a gyerekeket, de a két jellemző csoport az egyik az volt, amelyik az Istenről egyfajta negatív képet, hogy számonkérő és ítélkező és nehezen lehet neki megfelelni. Volt, aki ilyen kép volt ilyen gyerekekben, és volt egy másik gyerekcsoport, aki azt mondta, hogy Isten megbocsát, és általában azt szeretné, hogy jobbat hozzuk ki magunkból, és hogy lehet hozzá fordulni segítségért, tehát ez a fajta istenkép. És hát nem spanyol viasz, amit mondok, nyilván ki lehetne találni kutatás nélkül is, de hát a kutatók azért megcsinálták. Azoknál a gyermekeknél, akik aztán felnőttek lettek, de akik gyerekkorban azt mondták, hogy az istenképük ez a bíráló, kritikus, nehéz megfelelni neki, akinek ilyen az istenképe, azok alacsony önértékeléssel, nagyon problematikus társas készségekkel, problémamegoldó készségekkel rendelkeztek, azokhoz képest, akinek az ellentéte volt az istenkép. Akinél pozitív istenkép volt, megbocsátó, támogató, segítő, akihez hozzá lehet fordulni, ott érdekes módon azon gyermekek felnőtt korra jobb önbecsüléssel rendelkeztek, nagyobb kreativitással, és nagyobb volt a kitartó erejük. Melyiket akarjuk nevelni? A kettő közül nyilván az utóbbit. De most fordítom vissza ezt a tételt magunkra. Mit gondolnak, az Isten képet a gyerekek kitől szerzik? A szülőktől. Így van. Tehát az, hogy mi milyen lelkiséget gyakorlunk otthon, döntő befolyással van arra, nem az omulott, hogy most milyen vallás képviselője volt, nehogy félreértsék. Az, hogy milyen Isten kép, milyen lelkiség van otthon, döntő befolyással volt arra, hogy a gyermekek pszichés egészsége milyen szinten volt, illetve a felnőtt korukban mennyire váltak be. Ez azt jelenti, hogy nem elég, hogyha egy család vallásos. Nem elég, hogyha egy család azt mondja, hogy én keresztény vagyok, vagy hindu, vagy muszlim, teljesen mindegy. Nem elég. Attól függ, hogy vajon a szülőkön keresztül ki tudnak elkezdeni egy olyan képet, hogy megbocsátó, támogató, vezető. Értjük ezt a felelősséget? Aztán hatodik, és aztán befejezem, ezt hagytam a végére, hogy nem kevésbé fontos, de nagyon érdekes a határa. Nagyon pozitív befolyással volt a személyiség fejlődése az, hogyha, így főleg az apákról beszélek, de az anyáknál is fontos, de az apáknál mérték, hogyha az apának volt erő, humorérzék, vidámság. Ha képes volt bizonyos nevelési helyzeteket humorral megoldani, nem bagatelizálni, nehogy félrejtsék, hogy ugyan már fiam, mert katona leszel, ez más, tehát nem semmivé tenni a problémát, hanem humorral megoldani. Például az volt, hogy gyerekek ott a játékon versenytek, hogy kivegye föl azt a, nem tudom, egy olyan cipő, ami így rugózik, és akkor apa oda ment, hogy de én is, és akkor felvette magára. És nyilván már előfélek, hogy mi lesz ott, hogyha most rugózni fog, meg neki esik a falnak, stb. És nyilván az, ebből a konfliktusos veszekedés helyzetből az a vége, hogy ott a földön birkoztak egymással, apa meg a gyerekek. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy vajon képesek vagyunk gyerekké válni, derűs, vidám humorral megoldani néhány helyzetet. Érdekes, nem azt mondom, hogy ellentmondás, de furcsa összefüggés van a között, hogy minél inkább képes egy felnőtt, egy szülő gyerekké válni, és a gyermekek között játszani, annál nagyobb tiszteletnek örvend a gyermekei körében. Annál könnyebben tudja a tisztelet helyzetekben megkapni a tiszteletet. Ugye mi érdekes? Nem azt mondja, hogy haverok lettünk, pajtások lettünk, ha szabad így fogalmaznom, hanem mi tudunk egy szinten játszani, az apa tud gyerekké válni, de mivel tud gyerekké válni, nem tudjuk az összefüggés okást, emiatt amikor apa helyzetben van, családfő helyzetben van, és tiszteletet igényel, arra a gyerekek jobban reagálnak. Hát nyilván azért, és ezzel fejezem be a mai előadást, amit az angol tudják, mert az angol férj szó nagyon jól visszaad, husband, azt jelenti house, ház régesen, és bent összetartó erő, hogyha egy apa a családnak az érzelmi összetartó köteléke, hogyha a szeretet kifejeződésével mind a feleségét, az édesanyját, mind pedig a gyermekeit magához köti,
akkor egybe tartja, érzi meg a családot, akkor egy olyan biztonság, olyan támasz alakul ki, ami, mint egy inkubátor, olyan gyermeket tud majd nevelni, ami, aki helytáll majd a nehezebbik, hidegebb külső világ követelményének is. Köszönöm szépen, hogy figyeltek!